igazi hullámvasútra ül időjárásunk. Holnap-holnap után 30-ok fölötti maximumokat is mérhetünk, de egy hideg front is érkezik hozzánk. Köszöntöm az M1 nézőit, Laza Bori vagyok. Csodás nézői fényképeket hoztam most önöknek. A képekhez öltöztem, hiszen sokfelé nyílnak a pipacsok, és ez többeket megihletett. Elsőként Horváth Beatrix fényképét láthatjuk a fátyolfelhős napos időben. A következő két fényképet pedig Ágoston Évának köszönjük a 17. kerületben talált egy gyönyörű pipacs mezőt leírása alapján. Köszönjük szépen mindkettejüknek, további érdekes időjárással kapcsolatos képeiket várjuk a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. Nos, ami az időjárást illeti, ahogy említettem, tehát ma még nyugodt idő vár ránk, de egy meleg front érkezik nyugatról holnap, szerdán pedig mögötte rögtön egy hideg front is érkezik hozzánk, a hideg front pedig meghozza a lehűlést azután, hogy akár 34-35 fok is lehet a déli területeken. Na de ne szaladjunk ennyire előre, lássuk, hogy mi vár ránk a mai napon. Sok-sok napsütésben bízhatunk, csupán fátyolfelhők szűrhetik ezt, nyugat felül érkeznek majd a fátyolfelhők, ezek meg is vastagodnak itt a nyugati tájakon, és késő délután este felé egészen délnyugaton egy-egy zápor zivatar nem kizárt, de általában száraz idő vár ránk. A hőmérséklet maximuma túlnyomó rész 25 és 28 fok között alakul, de felvidéken, illetve egészen keleten pár fokkal hűvösebb, illetve mérsékeltebb lesz a meleg. A szél is mérsékelt lesz, csupán egészen északkeleten, illetve a fertőtó környékén élénkülhet meg átmenetileg. Nos, ami a folytatást illeti, ahogy említettem, meleg front érkezik kedden, vagyis holnap, már a reggeli hajnali órákban számíthatunk záporokra, zivatarokra többfelé, és kicsit összefüggőbb lesz a felhőzet. Szerdán szakadozottabb lesz, ugyanakkor több gomoly felhő lesz az égen, ekkor érkezik meg a hideg front. Sokfelé készülhetünk újabb záporokra, zivatarokra, mind a mellett, hogy a meleg front mögött kifejezetten meleg levegő sodródik a térségbe. Így sokfelé kúszik majd a hőmérő higanyszála 30 fok fölé. A déli területeken szerdán, ahogy láthatják, 34-35 fok is lehet helyenként, tehát biztos, hogy nem fogunk fázni. A hideg front ugyanakkor gyorsan átvonul a térségen és megteszi hatását, jó pár fokot visszaesnek majd a csúcsértékek, és bizony visszatér a napsütés is, a viszonylag zavartalan napsütés is. Lesznek azért gomoly felhők az égen csütörtökön és pénteken, de számottevő nagy mennyiségű csapadékra nem kell számítani, csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor. Van itt a nyár és meleg az idő, egyre több siklóernyőst láthatunk az égbolton szárnyalni. Innen egy starthelyről köszöntöm Fejl Kornélt, akit rögtön meg is kérdezem, aki legjobban ki van téve az időjárás elemeinek, mi kell a felkészüléshez egy-egy repülés előtt? A lejtőszél és a termékek ismerete. Mit jelent ez a szó, hogy termék? Felfele szálló meleg légáramlatok. Hogyha jól sejtem, ezek azok, amik magasban tartanak benneteket. Mi az az igazán veszélyes időjárási esemény vagy elemek, amelyeket el kell kerülnetek a repülés során? Túlerős szél és a zivatarcellák. Milyen veszélyt jelenthet egy-egy zivatarfelhő? Fel tud szívni minket a toposzféra tetejére. Ott pedig viszont már nagyon hideg van. Viszont nem mehettek akármeddig, milyen magasra emelkedhettek itt Magyarországon? 2900 méter. Mi volt a legnagyobb élmény, amelyet egy magyarországi repülés nyújtott neked? A Balaton átrepülése. Hogyha önök is kedvet kaptak ehhez, akkor keressék Kornélt, vagy egy siklóernyős iskolát. Mi most búcsúzunk, viszontlátásra! Puhalaszállást!